2018. 6. hó 25-e van. Kressziget, horvát szigetvilág. Egész éjszaka ordítottak a birkák. Hajnali 6 óra van, csöz idő, nem fasza. Na most következne a távolhelybe mutató, de ahhoz kellene egy pozíciót fognom valahol. A néző kér mindent. Háttérben a Kvarner szigetvilág, és akkor mutatom, hogy itt táboroztunk. Csak mondom, hogy ott is a tenger van, és hát itt most pont nem látni át, de itt is a tenger van, sőt akkor fenntartított állok el, ott mögöttem is a tenger van. A legkisebb, a legvékonyabb, inkább így mondom, másfél kilométer a Kress sziget. Szokták mondani, hogy a magyar az egy ilyen szatyros nemzet. Azért így 8. napon az ember már úgy néz ki, mint egy afrikai patásállat. Én meg még, attól is rosszabbul. Tegnap volt egy terepkrosszos szakasz, ez elég jól látszik a képeken is. Pisti, milyen borzalmas slendriánul volt felállítva ez a sátor. Legközelebb levonom a fizetésedből a fizetésed. Éjjel a birkákon kívül volt még a föld alól is ilyen kaparás. Rájöttük, mi az. Kizárásos alapon semmi más nem lehet, csak a Kvarner vakond, ami már rég kihalt, de most állítólag újra feltűnt. Pisti kihalt fajokban nagyon jó, tavaly fakókesejűben már bizonyított, most megkérjük, hogy utánozza a Kvarner vakond párzási rituáléját. Gyűsz, gyűsz! Ettől azért a fakókesejű jobb volt. Miután kihalt, ezért nem tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg ugyanilyen hangot adott-e. Miért halt ki szerinted a Kvarner vakond? Mert hogy? Hát mert ebbe a földbe vakondnak lenni azért leányálom. Pisti, hiába, ez nagyon megy neked. Legközelebb a sri lankai húsköpő cecelény náttáncát fogod bemutatni az Alpokba. Hát majd gyakorlatozok előtt. Helye. Mint a jó feleség. Leordít, aztán sarkon fordul. Addig Pisti koboz, addig teszek egy kitérőt a keleti oldalra. Mondjuk úgy, hogy egy kis gyalogtúrát. Ezt már tegnap este is megcsináltam. Akkor nagyon tetszett, ugyanis voltak világítva a szigetek. Sajnos akkor a fényviszonyok nem tették lehetővé, hogy felvételt csináljak. Ám most pótolom. És bár az időjárás most sem fasza, sőt, amit mondanak, az majdnem, hogy a katasztrófát súrolja, de erről majd később. Mutatom a Kvarner szigetvilágot, tehát Krk sziget. Ott abból a faluból tegnap
döngették a diszkót, hát egész idáig lehetett hallani. Pedig nincs közel, higgy el mindenki. Fordulok, az ott még végig a Kirk, ott a Punát öböl van, ami egy picit ott behúzódik, ott van Kossuthnak is sziget is, de innen ebből a pozícióból nem látni. Ott van a nagy csúcsa a Kirknek, Baska, Talabaska, illetve a Baskai öböl. Az a nagy kősziget, ott tegnap már mutattam, a Prüvic lakatlan sziget, madárrezervátum. Kicsit húzódjunk akkor ebbe az irányba. Ott hátul Sveti Grgur, illetve mögötte talán egy picikét kirajzolódik a Kolyótok börtönszigetnek is egy kis darabja, és akkor ami itt az előtérben van, ez pedig nem más, mint a Plavnyik, szintén madárrezervátum, és ott lent, mint hogyha lennének kagylótenyészetek. Igen. Kicsit hátrafordulva pedig, ott egészen hátul az már Rapszigete, és legesleg hátul pedig Pag körvonalazódik. Elnézést, kicsit remeg a kezem, de sokkal inkább annak tudható be, hogy ezek nincsenek ám közel. Szeres ívesen, ez itt, hú, hirtelen most nem jut eszembe, eljöttünk mellette, ez a kis egy oldalba épült falu, és látszik, hogy hol megy a főút, ott mennek az autók, és arra tovább, ott jöttünk. Most pedig az egészről egy távolítás. Nos, Kvarneröből, Szeres-szigetről fényképezve ennyi. És akkor nézzük meg még a mai úti célunkat. Rijeka, azaz Fiume, egy pillanatra ott a hegy mellett bekukucskál, háttérben pedig a Velebit-hegység értelemszerűen. Ez így nem teljesen igaz, mert ez itt a Lisnyák, a Velebit-hegység az ott van. Kres sziget 90%-a így néz ki. Az, hogy hogyan sikerült találnom egy olyan helyet, ahol a tökéletes meg van szorozva kettővel, azt a mai napig nem értem. Pedig még csak tegnap volt. Érdemes megnézni. Egyik oldalon fal, másik oldalon növényzet, a szél ellen tökéletesen bezárnak felül a fák, és hát jól látszik, hogy teljes egészében takarás mindenhonnan, a talajról pedig, hát nem is beszélve, teljesen oké. Mindez került nulla, azaz nulla kunába. Valaki egyszer azt mondta, hogy azért szeret az én filmjeimet, mert olyan életszagúak. Nos, kérem szépen, amit én oda leraktam, az tényleg életszagú volt. Hát tudjuk kifelé a gépeket. Érdemes megnézni, hogy ami van növény, ami megmaradt, például ez is, ezek mind annyira szúrósak már, hogy a birkák ezt már nem tudják megenni. És hát így akkor ennyi a növényzet. Jól látszik, hogy ennyire voltunk a hágótól. Még egy dolog látszik, de a sajnos eléggé kétségbeejtő, az, hogy milyen az idő. És akkor csapjunk a lovak közé, ilyen szigetúrák utolsó felvonása következik. Mondhatnám, hogy a vég kezdete, reményénk szűnt, ugyanis ma már elérjük az autót. Természetesen mai rész sem lesz unalmas, most van egy rövid szigetes etap, aztán kompolás, majd pedig következik sokak nagy kedvence, az Opániai Riviera. Az, hogy az idő mennyire alkalmas egy rivierás túrára, kerékpározásra, azt most egyelőre tegyük még idézőjelbe, reméljük hátrajavul valamit, most mutatom a térképen, hogy merre megyünk. Kegyetlenül rögünk Pistivá mutatja, ugyanis nincs térkép, most jöttünk rá, nincs térkép, lemegyünk a térképről, és utána rögtönzés következik. Természetesen még a Threshi rész meg lesz. Tehát itt vagyunk abban a pontban, ahol a legvékonyabb a sziget. Ugye ezt mondtam, tehát itt alul még a 2 kilométer sincs, és azt történik, hogy felmegyünk itt a hágóra, ami ott van, ott a nyakba, mellette van a sziget legmagasabb csúcsa, a Gorice, itt ez látszik térképen is, azt mondja, itt 648, mert elmegyünk. Azért sétáltam ki az előbb ide erre az oldalra, hogy a Kvarner szigetvilágot be tudjam mutatni, mert hát ha átjövünk ide, akkor értelmszerűen ez már nem látszik, viszont látszik majd ez az oldal. Na tehát, itt végülünk a gerincen, ez reményeim szerint panoráma út lesz, majd pedig legurulunk ide, Porozinába, a sziget északi csücskébe, innen indul a komp, és akkor innen jönne a, igen, úgy, és akkor onnan majd arra, meg majd még erre. Na, ebben most nem menjünk bele, induljunk. Az a ismertetés következik tegnapi napról. Ott van 1,71, szint izgalmasabb, 1386, gyorsan egy nullázás,
4.21, egy pillanatra talán még látható volt, ha pontos. Na, akkor indul Andusz. Gyorsan, amíg még egyenes. A túra résztvevőiről néhány szót. Itt van rögtön István Pisti, aki remek formában van. Talán egy kisebb fajta nagy generálozással és egy új kipufogóval még néhány évig elmegy. A túra második résztvevő pedig Kobrankó, akinek sikerült ismeretlen senkiből 160 filmmel a háta mögött ismert senkiből. Egyébként a filmek nézettségével nagyon meg vagyok elégedve. Van olyan, ami 365 nézettséget is hoz évenként. Jó, hát abból 364 én vagyok, mert mindig felmegyek, megnézem, hogy írtak-e. A maradék egy darab meg István Pisti, csak ő ezt gondosan titkolja. Hát azzal, hogy átjöttünk a sziget északnyugati oldalára, arra mindenképpen jó volt, hogy feltámadta a bődületesen nagy szél. Na de hát, nem volt elég, ha jó volt. Sajnos a sziget vadregényes mi voltját némiképp árnyalja a rohadt ramagy idő. Remélem azért valamit hallani is. Szélelvtárs talán enged valamit ebből. Ki volt írva a ferryboat, biztos szerintem lehetett látni. Oda igyekszünk most. Itt viszont úgy tűnik, hogy kilátás van megint. Hogy mondod, Pisti? Csak nem a fakó kesejű. Nézzük, éppen eltűnt. Na mindegy, hát ezzel most így jártunk. Ezt az oldalt én most már nem mutogatom meg még egyszer, mert már láttuk. Bár Krükszigetnek az északi része látszik most. És még egy dolgot mutatok, abba az irányba, hogyha valaki lemegy, akkor a sziget északkeleti részén egy sziklára épülve, azt hiszem ott van Beli, ami szintén egy ilyen tradicionális település, körülbelül olyasmi, mint a tegnapi Lubenice. Akkor tekintjünk még át erre az oldalra, idebe az öbölbe. Íme, visszatekintés Cres irányába, és már megyünk is. Érdekes, hogy amikor állunk, mindig hátulról fúj a szél, mi? De abban a pillanatban, amikor felülünk, akkor már rögtön szemből. 8 óra lesz 10 perc múlva. A következő a helyzet, megvan a kompmenetrend. Másfél óránként jár. A következő 9-kor indul. Na most, hogyha nagyon meghajtanánk, akkor előfordulna, hogy még éppen úgy megcsípnénk. De hát ez azért nagyon gázos, nagyon necces. Tehát úgy döntöttünk, hogy most már nem sietünk, hanem az után következő, tehát a 10 óra 30-as próbáljuk meg belőni. Ahhoz ugyanis, hogy elérjük a 9-es kompot, ahhoz hiperül plusz tartalék sebességgel kellene menni. Mi pedig legjobb esetben a miskolci Bömbi villamos átlag sebességét tudjuk produkálni, azaz a 15-öt. Gyorsan egy info még az előzőleg mutatott kisfaluról, Beliről, illetve hát magát a falut nem mutattam, szerintem nem is fogjuk látni, de a levezető utat azt igen. Egy ódon hangulatú kis város, de illetve falu. Itt természetesen Cresen ilyenből több is van, megszokhattuk, mutattunk is belőle, de ennek is van érdekessége, ugyanis Werner Gyula itt írta a Sándor Mátyás című könyvét annak idején. Hogy a könyvet hányan olvasták, azt nem tudom, de a filmet azt van egy olyan gyanúm, hogy azért elég sokan látták. A sorozatot inkább úgy mondom. Szegény megboldogult Ötvös Csöpivel a főszerepben. És hát nem tudom hány embernek tűnt fel, de az itt is játszódott. Az adriai térségben, Ragusa, Kvarneröböl, stb. Pisti, igen? Nagyon koncentrálj az útra. Nem tudom, tudod-e, hogy itt gekkók is vannak? Úristen! Egyébként tényleg vannak, de nem őshozott, csak mondom, a hajósok kucolták be, aztán ugye elszaporodott. Az előbb volt itt egy kilométer tábla, 12 volt rajta. Kizárásos alapon arra következtetünk, hogy az talán a kikötőből van számozva. Ebben az esetben viszont, ha csak nagyon centízve, de nem kizárt, hogy odaérnénk. Egyre feljebb törünk, és jól látszik, hogy lent kagylót egészetek. Mindenfelé, tehát tiszta a víz. Én most felnézni, hogy itt is. Milyen fasz a táborhely van, mondjuk ténykérdés, hogy ide azért ide látni, de szemetes is van. Újabb magaslanti pont mellett haladunk.
akkor jó lenne. Ja. Elviekben a minimális esély is, de talán van, hello, a komp megcsípésére. Az egyetlen reményt adó dolog, hogy a komp nullán van, és mi pedig 4.34-en, tehát a végén mindenképpen kell lenni egy intenzív gurulásnak, amivel hát, ha vissza tudunk hozni valamit a lemaradásból. Ilyen szaridőben másfél órát semmiképpen nem kellene kidobni, mert hogy jön a front, az biztos. Minden esetre most már hajtjuk pincinkkel a varrógépet. Egy másodpercre visszatérve még Verne Gyurára. Rá jellemző volt, hogy a regényei helyszínén szinte sehol nem járt. Hát ez a Sándor Mátyás úgy tűnik, hogy kivétel, viszont mi a 30 fölötti átlagot jelen pillanatban elég szépen tartjuk. Tűnik fel a szembe levő oldal Plominőből, és némi reményre ad okot, hogy hát bár nem az az irányunk, de Isztria déli oldala felé, Hula irányában, mintha szakadozna. De sokkal inkább én vihar előtti csendre tippelek, már csak azért is, mert már mintha csepegne. Nagyon úgy tűnik, hogy megindult az út lefelé, most már egészen határozottan. Az út minősége különben nagyon fasza, és a lejtés bírna többet is, csak sajnos a brutál szembeszél visszanyom. Porozina egyébként Crash-szigetnek nem a legesleg csücskében, nem az északi pontján van, hanem egy ilyen északnyugati beszögelésben, egy öbölben. Ami nekünk azért jó, mert szerintem már az előbb azt láttam. De ha nem, akkor sincs gond, és folyamatosan lejt az út. A hőmérséklet 17 fok, és csepeg az eső, brutális szembeszél van. Nem mondanám, hogy optimálisak a körülmények. Még mindig 260 méteren vagyunk, és az út brutálisan megy. Ráadásul még rendkívül látványos is. Most már egész jól körvonalazunk a másik oldalon, az Isztria keleti letörése, az Ucska hegygerincsel, és ráadásul pont látjuk a legmagasabb pontját, a Vojakot is, ott a csúcson. Meg lesz, Pisti! Meg lesz! Megvan! Másfél kilométer még, ha hinni lehet a táblának. Már látom a kompunkat, itt jön szembe, még a másik oldalon van. Opátia felé, nagyon szar! Hú, arra nagyon szar az idő! Ez észak-nyugati irány. 8%-on kegyetlenül megy most már lefelé az út. Hú, eszméletlen hajrával, de nagyon úgy tűnik, hogy megcsípjük a kombot. Itt lehet felmenni a kis faluba. És hát ez úgy néz ki, hogy túl nagy tömeg nincs. Igen, ennyien vannak. És talán még arra is lesz idő, hogy körbenézzünk egy picit a nem túl nagy településen. Ó, Pisti! Ez nagy menet volt. Úgy tűnik, ami szemből jön komp, az nem a miénk lesz, úgyis a miénk már bent áll. Pisti nem találja a pénztárcát, hát nem reméljük, hogy meg lesz, én addig mindesetre beállok a sorban. A hajunk neve egyébként, úgy tűnik, hogy Ijeka lesz, az úti célunk. Ott a menetrend, hogyha valakit érdekel, és akkor itt látszik, hogy hogy vannak. Two person, two bicycle. 18 bibér csók a bringa, és a másik is 18. Eddig még a legjobb, nem? Meg, mindjárt megszemlézzük akkor, hogy... Akkor az én a Brestova, igen, tehát Brestova van oda, hát ez egy térképünk, hogy végig se tudtuk. 36 volt koponyánként, 1500, 5 kilométerre. Ahogy Pisti az előbb megy, ez te olcsóbb, mint úszva. Kicaflatunk oda a mólóra, ugyanis érkezik a túloldali járat. Bődület mekkora ez itt mellettem. Ez nagyobb, mint amivel Zadárból jöttünk. Megvan az oka, mégpedig az, hogy ebbe sokkal több autónak kell beférni, ugyanis van egy sima menetrendszerű járat, többnyire személyek járkálnak vele, itt pedig az autósok.
Egy érdekesség még Kress szigetével kapcsolatban, hogy 404,6 négyzetkilométer. Azért fontos a 6 tized, mert majdnem tizedre megegyezik Krk szigetével, és vita van arról, hogy melyik a legnagyobb horvát sziget. Na most van egy versengés a két sziget között, hogy ki az elsőbség, és ezt állítólag úgy döntik el, hogy minden évben tartanak egy kötőhúzó versenyt. És ezt nem tudom, hogy oldják meg, hogy itt átdobnak egy kötelet, és akkor a két sziget között. Nem valószínű. Különben Krükké az elsőbség, mégpedig azért, mert ott vannak ilyen lapályos területek, és azok egy része néha elöntődik vízzel, abban az esetben Kress veszi át a vezetést, ha meg szárazföldre kerül, akkor meg Krük van az élen. Olyan, hogy István Pisti az előbb mondta, nyilván attól is függ, hogy apálykor vagy dagálykor mérik. Miközben kegyetlenül jön a hajó, elmondom, hogy Porozina is környéke, igazi búvárcentrum. Van itt jó pár víz alatti barlang, mint ahogy már mondtam, a sziget keleti és északi részén is. És még egy érdekesség, itt a következő öbölben úgy tudom, hogy van egy elsiet második világháborús hajóroncs, ami nem hadihajó, aztán valamilyen gőzös, és hát ott is lehet búvárkodni, hogyha valaki úgy gondolja. Miközben caflad be a hajó, elmondom, hogy Porozina tulajdonképpen egy kis mini kikötő, egy halászfalú itt pár házzal, és a település pedig fent van így a hegyoldalban, ott vannak fent üdülők. A nevét különben Farenzina olasz szóból világító toronya jelentése kapta. Fent van egy műemlék világító torony, és úgy tudom, hogy egy romkolostor is. Hogyha valakit érdekel, akkor akár meg is tekintheti. Brutál egy monstrum ez, de nem teljesen ugyanolyan, mint a másik. Imádom az ilyen nagy ügyüket. Hát nem gondoltam volna, hogy ennyire faszarész idővel érünk ide. 8:30, alig múlt 5 perccel. Ez a menetben jár. Busz is van, Opádiából, Skeresnek. Most az előbb már Skeres-t mondtam, tehát most már lehet választani. De úgy néz ki, hogy indul a check-in. Well done. Bődületes raktér van. Tehát, hogy a másik oldal. Meg egyébként, hogyha minden igaz, akkor amúgy is ott fogunk kiszállni, úgyhogy az jobb lesz. Óriási tumultus különben, szerintem nem várható. Na, akkor egy újabb hajót tesztelünk. A Ranari az tipikus hajó volt, tehát az sokkal inkább hajó volt, úgy mondanám, ez meg sokkal inkább komp. Ez lenne az első szint, és úgy tűnik, hogy van még egy. Pisti, csak nem foglaltál egy helyet? De. Nagyon helyes. Na akkor nézzük. Csak így az erkélypáholyból, mi? Nem. Ó, ez pasza lesz. Amíg várakozunk gyorsan, akkor a legenda. Kress szigetéről. Úgy is hívják, hogy Artriposz. Artriposz az valamiféle félisten volt, aki Zeus alatt szolgált. Zeus viszont valamiért berágott rá, lehet, hogy valami nőügy volt, nem tudom pontosan, és felnégyeltette ezen a ponton. És állítólag azért néz ki így a sziget, különböző félsziget ágai vannak, ahogy ha valaki látott már felnégyelést, akkor azt tudja, hogy így a végtagjai szétrepültek. Azok adják ezt a tagolt felszínt a különböző félszigetekkel. Elég borbid a történet, de igaz? Milyen tiszta a tenger. Kár, hogy nincs hozzá meg a jó idő. Egyébként van egy kis apró kavicsos strandocskája is itt valahol Porozinának. Innen most nem lát. Hát hiába, nincs még főszezon. Nem szokott ekkora pangás lenni. Mondjuk amilyen ez az idei időjárás fronton, nem is csodálom, hogy nem nagyon akar senki jönni. Mutatom ott Tisztrián, azt a szembelevő falut, Zsec, azt hiszem, az majd útba fog nekünk esni. Szépen odaépült a sziklára, és egyébként pedig
hogyha picit úgy arra körbenézünk, de hát majd nyilván, ha közeledek, akkor jobban lehet látni, ott megy az utunk. Ott végig. Valamelyik nap megyek haza este, mondom, most az egyszer nem pornót nézek, mint minden normális ember, bekapcsoltam az EZO TV-t. Kiderült, hogy már megint lesz világvége. Én nem tudom, minden más nap van. Persze azért sosem árt, hogyha az ember tudja, hogy mikor van. Én nekem például nagyon fontos, mert akkor úgy tervezem a biciklitúrát, hogy vagy előtte, vagy utána. A Jadról Jína flotta, már említettem, hogy hány hajóból áll, és nagyon érdekes, hogy annak idején délszláv háborúban ezeket átminősítették hadihajókká. Egész komoly szolgálatot tettek a horvát államnak, és hát bizony-bizony volt veszteség is. Időközben úgy tűnik, hogy indul a motor, szerintem, futunk ki. Nocsak, a bringás csávó igencsak befutóra érkezett, és akkor még mi aggódtunk, hogy éppen, hogy ide érünk-e. Na, indul a mandula. Megcsillanna a nap egy másodpercre. A Kressi átjáró nem különösebben széles, egy 5 kilométer sincs, jól lehet látni ott a fal az irányba keresztbe, hogy annyi az egész. A fél homályban látszik Vinyák Opátia ott egész hátul, nagyon ramagy minőségű idővel. Itt látszik, hogy a kis beszögelésben van Parozina, ennyi az egész, és ott fent látszik a Ferences Kolostornak a romja, talán ott a torony mellett, így nappal szemben. Én szabad szemmel egészen jól látom, és akkor itt végig a sziklás part, és a Kress-sziget legészaki pontja, ott a foglyos csávó mellett, ott látszik. Miközben a hajó olyan pofátlanul pöfög, hogy én kérek elnézést, elmondom, hogy bődületesen nagy szél van északnyugat felől, szerintem ezt a front tolja maga előtt. Pár perce jövünk, így gyakorlatilag lesz. Gyorsan egy hajó bemutató, csak azért, hogy úgy körülbelül na, ez a belső rész. A Kressi átjáró egyébként stratégiai szempontból is mindig nagyon fontos volt az évszázadok folyamán. Aki ezt a szorost uralta, az gyakorlatilag a teljes belső kornerőből uralta, ugyanis ha valaki a Nyíltenger felől, illetve az Isztria alsó oldaláról próbált ide bejönni, és ezen a részen nem tudott átjönni, annak gyakorlatilag a teljes Kress-szigetet, és tulajdonképpen Losint is, hogyha nagyobb hajókról van szó, meg kellett kerülnie. Ezért, főleg a most osztrák-magyar monarchia idejében és az első világháborúban külön csatahajókat állomásoztattak itt. Ugye már említettem a Szent István és a Tengelhofot, az volt a feladatuk, hogy ezt az átjárót biztosítják, Pula, illetve Fiume kikötőjében. Az pedig, hogy ezt technikailag hogy lehetett megoldani, mindjárt megmutatom. Oda, arra a pontra, az Utyka csúcsára, a Bolyákra építettek egy megfigyelőállást 1911-ben, és onnan szemlézték a nagyobb hajók mozgását a környéken, és riasztották a csatahajókat, hogyha arról volt szó. Hát ennyien vagyunk. Ha valakit érdekel, akkor ott állnak a gépek. Akkor egy kis pihi. Amiről mindig szoktam mondani, hogy két menet között mindig elszív egy cigit. Az is valami, ami két menet között elvégeztem egy főiskolát. Akkor tekintsünk egy picit visszafelé is. Látszik most már, hogy távolodunk Kressztől. És hát a sziget északi oldala gyakorlatilag egy. Nem tudom, hányan tudják, hogy Kress szigete szerepel az Odüsszeuszban is. Állítólag Nausikaa itt rabolt el a szívét. A rablás az nem bűncselekmény? Vártunk Pistivel ide a szélárnyékba, mert ha itt egy pillanatra kilépek, itt nagyon
nagyon-nagyon nem fasza. Ahogy közeledünk a parthoz, azért azt jól lehet látni, hogy az úti célunk sem lesz gyenge. Hát először is kezdve azzal, nem, Pisti? Hogy ott nekünk fel kell mászni. Különben érdemes megnézni, hogy ott is van sor. Szépen, mi? Ja. Nos, kiszállunk, és hát a... szépen föl, és hát egészen ott megy fönt az út, igaz? Ott valahol fölül, valahol ott. Igen. Ez nem gyenge lesz, Pisti. Ez szerintem van 300 méter szintkülönbség, mi? Meglátjuk. Ajaj. Lesz program. Még a szerencse, hogy nincs valami nagy meleg. Miközben fordul a monstrum, én megmutatom, hát ha valakit érdekel, hogy egy pofátlanul nagy tartályhajó, hogy tolja be a seggét a fiumei kikötőbe. Brestova kikötője. Alig pár méter. Nem tudom, hogy falu létezik-e, vagy egyszerűen csak ezt a portot hívják úgy, majd kiderül, hogyha fölmásztunk. Van hangulata ennek a helynek. Megmondom őszintén, Isztriát egy picit gyengébbre vártam. Ehhez képest tájügyileg meglepően jól indít. A csőre már lent van. Ja, volt annak idején egy ehhez hasonló kombaleset, mikor ott beugrott a víz, aztán hirtelen így le a hajó. Valami észkomb volt, ha jól emlékszem. Jó, mondjuk akkor vihar is volt. Olyan tojás rántott a szakterjénk itt a pilóta fülkéből, hogy tízüsten lehet, hogy bemegyek és kordulok. Megjöttek motorosék is. Na, akkor ideje mozdulni. De hogy a végén még visszavigyenek Thrash-re. Akkor következik az utolsó nagy nekigyűrközés, már ami a sportrészt illeti, kimászni az Isztria gerincre. Szerencsére a körülmények optimálisak, csak lefelé van forgalom, elengedtünk bár mindenkit, és az út minősége pedig továbbra is horvátos, azaz pont faszon. Jól látszik, hogy a Crash-re bemenő forgalom az sokkal intenzívebb, mint kifelé. Minden második autónak a rendszáma olasz, nem véletlen. Főleg a közelség, illetve a kötődés miatt. Bár az olasz szabadságolási szezon az még nem most kezdődik, valamikor augusztus közepén. Az emelkedő átlag 7 és 9, azt viszont rendületlenül tartja. Túlértük a horvát csávot, aztán talán Zágrába megy, úgy emlékszem. Pisti, szerinted az, akivel tegnap a Kereszi bevásárlóközpont előtt krokettáltunk, aki megpróbálta a fékjét ilyen gyors kötővel összebarkácsolni, de most úgy tűnik, hogy már rendben van, most két verzió, hogy vagy nem ő volt, vagy megoldotta valahogy. Egy rövid visszatekintés, még mindig állnak be az autók. Bár az sem kizárt, közben kiállok ide a szószékre, hogy ezek már azok, akik nem fértek fel, és akkor ebben az esetben bebuktak másfél órát. Ahogy mondani szoktam, ezért kell kerékpárral jönni. Inkább úgy korrigálok, hogy ezért is kell kerékpárral jönni. Látszik a hágó út, kitették most a 9-es táblát, végig annyi volt, és úgy tűnik, hogy folytatódik tovább. A nagy kvarner fölött továbbra is katasztrofális az idő. Reméljük, mire odaérünk, addigra javul valamit. Kvarnero, olasz szó, és tölgyerdőt jelent. Hát, tölgyel már túl sokkal nem találkozik az ember, hogyha a régióba jön. Pedig egyértelműen a térség őshonos növények kellene, hogy legyen. Hát az is volt, az évszázados agyatlan erdőirtásnak esett áldozatul. Oda kell fölmenni, ott az út, ajándékban merékelnek hozzá nekünk egy 11%-ot. 229-nél egy pihi, a komp már a szoros közepén jár. Most már teljes egészében itt van pici GPS-ére muszáj támaszkodunk, ugyanis nincsen térkép, tehát? Hát ha erre megyünk föl itt, az 14%. Aha. Azt inkább hagyjuk, mert már ez a másik pedig látod eljön erre, és visszajön ugyanoda. Hát igen. Tehát egy kis pici kerülő, de talán ez csak 11.
Itt vagyunk az Isztriai Gerinc úton, megyünk déli irányba. Akik most nem figyeltek oda, lehet, hogy felkapják a fejüket, úgyhogy hülyék ezek? Hát nem, mondtam többször, legutoljára például a hajón, hogy van itt még egy látványosak a Plominyőből, amit megtekint. Megvan a reggeliző hely, nem optimális, de Horvátországban ez van. Én teljesen rászomjaztam, direkt nem ittam. Most egy ültőhelyen bele tudnám húzni a teljes litert. Nem tudom, hogy ez a számomra nagyon lényeges információ kit érdekelt. Elég, hogy engem. Pisti? Ha ott ad, hogy volt ez most ez a zaklatási ügy. Igen. És hogy? Weinstein. Most figyelj, feministák Angliába kérték, hogy a Csipke Rózsikát tiltsák be magát a mesét, ugye. Mit tippelsz, hogy miért? Hát én azt nem tudom. Azért? Most figyelj, mert egy idegen férfi megcsókolt egy alvó nőt. De és megmentette hát az életét. De, hát az lényegtelen. Zaklatás. Hát nem abszurd, hogy milyen világban élünk. Fura. Tipikus példája, mikor átesünk a ló túls oldalára. Mondjuk én ezeket még lökném is át a ló túls oldalára. Hadd repüljenek egy jó nagyot. Megmondom őszintén, egyre szaradik az idő. Jó lenne most már egyet relaxálni. Állítólag, Pisti, a legjobb relaxálási mód nem tudom, hogy mi. Tudod-e? Ha magadba fordulsz. Magadba zárkozol, magadba fordulsz. Na, én kipróbáltam. Magamba fordultam, de nem működik. Kilátok a seggemen. És ami még rosszabb, ha fogat akarok mosni, akkor a seggemen keresztül kell behúzni a fogkefét. Remélem nem alszok, mert senkit kell, ezt most kihagyjuk. Viszont csak mutatom, hogy kezd esni a fos. Ott tessen csak figyelni. Ott azt a fehéret, ott egész hátul a szárazföldön. Na, hát próbálok közelíteni. Talán látszik a homályba. Nos, az a bakari olajfinomító. Első napot is voltunk. Ettől egy kicsit jobb idő van. Esik eső karikára, István Pisti sisakjára, valahány csepp esik rája, annál jobban szarunk rája. Nincs azért ennyire jó kedvünk, csak mondom. Csak kínom mandalról ászok. Azt mondja, Pisti, oda le fogunk menni. Nem megyünk le szerintem. Szerintem nem. Elmegyünk valahol itt a gerincen. Hotel Flanona Ristorante 300 méter, igen, és akkor mutatja a kilátót is. Az információim szerint a hotelnek a teraszáról lehet passzául látni, majd meglátjuk, hogy beengednek egyáltalán. Nagyon nagy duradásnak kell lenni, ha már ennyit eljöttünk mínuszba, ugye vissza is kell majd menni. Aha. Hú. Na most, ha itt is az lesz írva, hogy csak fogyasztunk, és akkor nagyon be fogunk idegesedni. Csak a vendégeknek lehet használni a teraszt. Vajon honnan tudtam? Jóság! Látni azért valamit? Na tehát Plominyőből ott látszik a nyílt tenger, és akkor hát próbálnánk valami jó pozíciót fogni. Való igaz, hogy a teraszról lehet jól látni. Na, így néz ki. Itt látszik jól, hogy Plominyőből a nevét különben magáról a városról kapta, ami itt körülbelül lefelé lehet egy olyan 2 kilométerre, és az jól látszik, hogy ez egy befolyó, egy uvala, amit a folyó kiszélesítette, egy nagy tölcsér torkolat, és ami érdekes még, ez egy hőerőmű. Azt oda bigyeztették oda a sarokba. Hát, nem néz ki túl jól, mit mondjak. De nem csak az nem néz ki túl jól, hanem a fölötte levő szakadó eső is. Mi, Pisti? Az esik. Én szerintem húzzunk minél gyorsabban, mert itt semmi jó nem néz ki. Én úgy döntöttem, hogy bemegyek, azt legfeljebb kizavarnak. Na, nézzünk akkor egy fotót. Íme a kilátás. Ott látszik a sétahajó, és akkor itt van körülbelül az, hogy melyik szigetek, és egyáltalán milyen települések ott arra körbe. Na még egy
kisétálunk ide a csücsökre, hát a véglátni a zöblön. Na hát, úgy nagyjából ennyi. Természetesen a zöblön utána még ott tovább tart, és akkor még egyszer mondom, a város Plomin pedig ott van. A turisták a csőstül hordják befelé a zöbölbe, sétahajókon, ott is láttunk többek között például egyet. Most viszont már húzunk, mert nagyon rákezdett. Hát az idővel kapcsolatban a teljes káromkodási szótáramat ki tudnám most üríteni. Jó sok szót tartalmaz, csak mondom. Minden másnap hidegfront. És ez megy már 2,5 hónapja. És ez csak egy dolog, hogy nálunk, de itt is. Különben meg ez nagyon úgy néz ki nekem, hogy ilyen jó fasz a csendes eső, amit nagyon szeretünk. Természetesen a jeges esőhöz még étvágygerjesztő szél is társul, ami nagyon úgy tűnik, hogy ki fog tartani végig. Mert végig észak felé megyünk. Az előbb Pisti hátra kiabált, hogy egy esernyő milyen jól jönne most. Pötyire gondoltál, mi? Azért csak mondom, hogy ilyen szélbe az se faszom. Hát van kilátás ténykérdés Kressre, illetve hátul a Velebitre is, de nem annyira élvezzük. A kurva eső az mindent tönkretesz, tehát kerékpártúrán az a halál. Nem csak az a gond, hogy ugye ki az Isten szeret ázni, és nem nagyon van választásunk, hanem olyankor még hideg van, még szél is fú. A látványvilágot, amiért jöttünk, amiért kifizettük a sok pénzt, azt is azonnal kenterbe vágja. De a legfontosabb, hogy a hangulatnak, a feelingnek vége. A tengerparton természetesen ez még duplán halál. Zagorje, ez a kikötőnek a bázis települése úgymond. Itt van egy Brestova, ide tartozik hozzá. Itt van néhány fontos információ, Rijeka 41 km, Opatija pedig 26. Nekünk ugye végcélunk Rijeka, persze az több lesz, mint 41-ben, egyrészt keringünk, másrészt meg hát magában a városban is, meg kell találni az autót. Hát ebben a másodpercben kérek elnézést mindenkitől, hogy ez most így alakult, nem ez volt a terv, figyel mindenki. Bár a tenger úgy helyel közel látszik, de nem mutatja szép arcát. Nem élvezzük. De hogy azért mégis valamilyen szinten próbáljam a filmnek tartani a színvonalát, akkor egy nézői kommentre válaszolnék, egy hölgy kérdésére. Sokan kérdeztek a magánéletemről, általában nem nagyon szoktam válaszolni, most az egyszer kivételt teszek. A kérdés a következőképpen hangzott, mikor ismerkedtél meg a nagy ővel? A válasz nagyon egyszerű, általános iskola, alsó tagozat, első osztály, írás órán, rögtön a nagy ó után. 14,5 fok. Bázd meg, mekkora szerencse, hogy nyár van. I wanna know, have you ever seen the rain going down, down the rain? Amúgy az út nagyon szép panoráma út. Ezt most nem tudom hitte, hogy ez a D8-as magisztrál a része, tehát a felső rész, vagy esetleg ez különálló, nem tudom. Hát a térképünk nincs, egyébként valószínű. Különben egyel fölöttünk is megy egy út, azt hiszem talán Lovranig, ugyanis itt fölöttünk vannak falvak. Azt most ott nem tudom, hogy amit ott egészen hátul látunk, az a fölöttünk levő falu. Talán igen, de ami fölötte van, az biztos. És hát azok is össze vannak kötve egyel fentem. Gondolkoztam, hogy nem lenne érdemes arrafelé menni. Hát most nyilván már eldőlt, mert ilyen körülmények között örülünk, ha minél hamarabb az autóhoz jutunk. De kilátás szempontjából is valószínűleg maradtunk volna itt, mert innen is elég jó a kilátás, a másik pedig, hogy ha hirtelen azért mégis le kellene menni, mondjuk egy fürdés helyig, ami még egyszer mondom, most teljes egészében kizárt, akkor ez a jobb választás. Különben most végig látjuk teljesen a Opátiai Rivierát, illetve azt még nem látjuk, mert amíg itt fent megy az út, addig még nem kezdődik a Riviera, körülbelül olyan Medveja magasságában fogunk lemenni a partra. A lencse szerintem csuromvíz, úgyhogy a pötyökön kívül nem valószínű, hogy bármit is lehet látni. Én azért veszem, aztán az van, ami van. Itt mellettem mutatom, hogy most már szépen húzunk be az ucska alá. Ugye ez a nagy hegygerinc, ami végig húzódik Isztria a keleti részén. Fölkaptam még 3 léteget, most már el is lehetett, hogy hideg van. Ami
kilátás viszont ettől függetlenül továbbra is remekül. Megtisztítottam a lencsét, hát talán 3,6 másodpercig kitart. Utolértük a bringatúrázó csávót a kompról. Éppen ágyazott meg egy busz megállóban. Lehet, hogy ő többet tud, hosszú távra rendezkedik be. És az egészben az idegesítő, hogy holnapra újra verőfényes napsütést mond. Na, akkor akik nem csak a nyavajgásra kíváncsiak, hanem érdemben a túrára is, akkor azoknak arról is néhány szót. Ez is mondanám az adatokat, jelen pillanatban 35,32-nél járunk, 71 méteren, és körülbelül egy olyan 35 kilométer lehet még hát a Szopátia rivierán. Maga Rijeka ott a félhomályban látszik, de nem ennyire egyértelmű, mert itt még balra majd be kell mennünk, lesz egy nagy ív a Prelugöből, azt meg kell kerülni, és a hozzátartozó Opátia, illetve testvérvárosai összeépült bolygó részein szintén végig kell majd menni. A helyszín az Isztria, többször már említettem, jegében kedvéért ez most nem egy sziget, ez most már a szárazföld, a horvát szárazföld, bár ténykérdés, hogy félsziget, mégpedig Horvátország és egyben az Adria legnagyobb félszigete. Ha a térképen ránézzük, akkor úgy néz ki, mint egy ilyen nagy háromszög, vagy inkább úgy mondanám, hogy ilyen hegyére állított háromszög vagy szív. A két alsó kereszt az 60 km, hát belül keresztben meg, hát most így hirtelen nem tudom, de szóval egy ilyen majdnem egyenlő szárú háromszög a formája, és mi pedig ennek a jobb oldalán, a keleti parton megyünk most észak felé. Az Isztriának nagyon tagolt a partvidéke, sok ilyen öbölszerűség van befelé, mint amit itt az előbb is látunk, ez a Plomin, meg például ami itt is, de ez most csak egy ilyen kisebb. Ha valaki partmenti panorámutat akar, akkor leginkább ezt választa, mert a többi részen azért úgy az út nem annyira a közvetlen a tenger mellett vagy felett megy. De persze mindenhez kompromisszumok kellenek, cserébe be kell vállalni a nagy forgalmat. Különben meg ott egészen lent van egy fasz a homokos part, úgy láttam, az jó kérdés, hogy hogy lehet oda lejutni. A másik jó kérdés meg, hogy ki akar ilyenkor? Csak felsorolás szinten gyorsan akkor a települések, ahogy jönnek sorba. Mojsenicke drága, itt nem sokára, majd Medvedja, Lovran, Ika, Icsicsi. Ez utóbbi kettő már összeépülve Opátiával, majd Opátia, a Prelugöbölben Voloskó, majd pedig következik Fiume. A vízminőség, illetve a öböl tulajdonságai picit eltérnek a többitől. Ügyes az éghajlatot itt leginkább a mellettünk található nagy hegység, az Ucska határozza meg. Ez átlag 1000 méter marmagasságú hegység, legmagasabb csúcsa 1400-al már említett bolyak. És jól lehet látni itt a parton, hogy szinte beleszakad a tengerbe, és egyfajta ilyen nagy felleg tulajdonképpen rátornyosul itt a partmenti vizekre, és meghatározza annak időjárását. A szelek folyamatosan fújnak, a tenger állandóan kavarog, ezért itt a víz korán sem annyira meleg, mint máshol. Persze van, aki ennek örül, például a szörfösök, vitorlázók. Miközben mindjárt következik Mosenyicka drága, már ki volt írva, egy picit előre tekintünk, illetve most már talán be az öbölbe is, talán lesz majd egy jó belátás is. Mutatom szembe a hegyet, itt már akkorák a hegyek, mint hogyha valahol az Alpokban lennénk. Mosenyicka drágának különben két része van, van egy a hegytetőn, egy pillanatra talán lehetett látni, a halászfalú részleg pedig lent van, a fürdővel és a kikötővel. Itt pedig itt a kemping, nyakig tele. Most egy pillanatra talán látni, hogy mekkora hegyről beszélünk, itt fölöttem. A tervem különben az volt, hogy lemegyünk drágába, megnézzük, hogy mennyire drága, de hát nagy valószínűséggel az, de különben a további településekhez képest, amik majd most jönnek, azokhoz képest állítok, ez a legolcsóbb hely. És erre is van magyarázat. Mosenyicka drágát ugyanis úgy is úgy hívják, mint hogy kis Opátia. Az elnevezést pedig onnan kapta, hogy akik kiszorultak Opátiából, azok itt vettek nyaralót, és
a belfalú rész, illetve itt is azért talán úgy helyek közel látszik, a régi osztrák stílust mutatja. De különben meg egészen jól néz ki. Itt van lent az öböl, a hatalmas homokos tengerparttal, a kutya nincs. Miután visszatettem a láncomat, mert természetesen hol esett volna le, ha nem éppen itt, úgyhogy csináltam egy jó kis közlekedési káoszt, tehát sikerült ide feltolnom, úgyhogy akkor ebben a pillanatban már fordulnék is körbe. Tehát Mosanicska drága strandját, plázsát látjuk, és végig a konobákkal. Nem csak arról híres, hogy itt egyébként ez tényleg egy jó hely, tehát lehet látni, most még van egy kis hullám is, hanem arról, hogy annak idején a területet jugoszláv partizánok szabadították fel, mégpedig olyanok, akik csónakkal a tenger felől érkeztek. Egészen komoly veszteség volt persze, nyilván. A sajnálatos, de a helyiek számára nyilván örömteli eseményről, különben itt szobor, illetve emlékhely is megemlékezik. Ugye egyébként nem is kell nagyon messzire mennem, ott már ebben a másodpercben látszik, hogy az is szintén csak az évszámokból ítélve nyilvánvalóan valamiféle második világháborús tábla. Maga a település különben eszméletlen jó helyen van, hogyha nem lenne itt ez a romház, akkor meg tudnám mutatni a hegyoldalt végig, és még egy nagyon fontos dolog, hogy állítólag autómentes a terület, nem lehet bemenni autóval. De hogyha már itt vagyok, térképem nincs, de említettem a fenti utat, érdemes megnézni a fenti településeket is, például azt ott. Egy jó kis erődváros, olyan olaszos, de ugyanaz szerintem ott fölfelé az összes többiről is elmondható. A település különben 500 fős és 13 falu központja, és még egy érdekesség, hogy van itt egy gasztro különlegesség, én nem tudom pontosan, hogy mi ez, valami gacskó garnéla, nyilván rák, és ha valakit érdekel, akkor ott azokban a konobákban meg lehet kóstolni. Mi nemrég reggeliztünk, úgyhogy most ezt kiadjuk, majd legközelebb. Állítólag itt valahol van valami sziklastrand is, de hogy hol van a bejárat, azt nem tudom. Nyilvánvalóan mi szempontunkban ez teljesen lényegtelen információ, de hát ha valaki ettől jobb időben járkál erre. A Kucska-hegység és a Nemzeti Park, amit 1999-ben alapítottak, nagyon változatos élővilággal és domborzattal rendelkezik. Ha valakit nem csak a víz meg a csobbanás érdekel a horvát tengerparton, annak érdemes itt is bóklásznia. Mint egy 150 mountain bike út található, egy csomó trek ösvény, és természetesen maga a Voyak csúcs, mint big feladat, sem utolsó kihívás. Az eredeti tervemben különben benne volt a Voyak támadás, de kiszedtem, mert mondom, inkább a velebítő egy. Tettem ezt annak ellenére, hogy akkor még nem lehetett tudni, hogy ennyire be fog szopatni az időjárás. A forgalom különben rohadt nagy, ami szerintem alapból is nagy kell, hogy legyen, mert ez a Pulai és Fiumek közötti főút, és hát autópálya nincs. De erre még rátesz az is, hogy ma esős nap van. Most sokan kérdezhetik, hogy de hát a kettő meg hogy függ össze. Hát úgy, hogy a turisták ilyenkor nem tudnak a strandon dögleni, és akkor ülnek az autóba, és ilyenkor van a városnézés. És mondjuk ez meg is látszik. Következik Medveja, még másfél kilométer, hogyha minden igaz, akkor itt már az út szépen lassan majd tagozódik lefelé a tengerpartra. Az Ucskának különben két nagy kanyonletörése van, az egyik Mosanicska drágánál volt, azt ugye mutattam az előbb, és akkor itt van a másik, szerintem jól lehet látni ott egészen fent keresztbe. Az év nagy részében ezek szárazak, csak amikor holvadás van, akkor indul meg úgy Isten igazából, és akkor aztán kap a két településet. Megérkeztünk Medvéjára, itt lejött az út egészen közel a vízhez, akkor egy picit körbenézünk, tartunk egy víztesztet. Megnézzük a hőmérsékletet, gondolom az senkit nem lep meg, hogy egy ember nincs a vízben. Pedig a vízhőmérséklete szerintem a tegnapi napból kiindulva annyira katasztrofális nem lehet. És az is jól látszik, hogy na, mi van, most meg nem jössz? Na,
emberek bejön menni, mert akkor lábbosás nem kéne, na jó. Hát teljesen rendben van, csak hát nincs nap, ugye, ez az, ami kellene. A közel fél kilométeres plázs, úgy tudom egyébként, hogy fizetünk, de hát nyilván nem szedik a pénzt, mert nem lenne értelme. Úgy hívják, hogy Hemingway Beach. Na most azért kapta a nevét, mert hogy Hemingway állítólag itt nyaralgatott valamikor, nagyon szerette ezt a helyet, és akkor ezzel csábítanak ugye mindenkit. Ezzel kapcsolatban meg most az jutott eszembe, hogy Pisti, ha te meghallod azt, hogy Hemingway itt nyaralt, akkor te azonnal rohansz, igaz? Fejvesztve jössz, hogy akkor ez a legfaszább hely lehet, nem? Igen. Mert nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy attól, hogy valaki híres embernek ezt tetszett, akkor ez nekem miért jó? Nekem honnan? Miért gondolja bárki, hogy akkor nekem az jó lesz? Még ha esetleg Michelle White-nak tetszett volna, azt meggondoltam volna. Hát ő is járt mindenütt, sőt, mert ő gyakorlatilag mindenhol jár, igaz? És akkor, az akkor tetszett mindenkinek? Petőfinek nem tetszettek a hegyek, csak a nagy síkság. Na hát akkor már nem a haverünk ki is húzva. Hemingwayről jutott most eszembe, hogy kevesen tudják, hogy hótalkoholista volt, csak a művészeknél az alkoholistákat nem alkoholistáknak hívják, hanem bohémoknak. Na szóval egyszer hullarészegen beült a kedvenc karosszékébe, de azt hitte, hogy a budin van, és teleszarta. Annyira viszont még emlékezett, hogy ezután ezt le kellene húzni, és nem találta a WC-láncot. Jobb hián meghúzta a kakukkosórát, ami a fejére esett. Azt mondja István Pisti, na most aztán sikerült elvennem a kedvét ettől a strandtól. Nézegettük most az előbb a GPS-t. István Pisti azt mondja, neki van egy koncepciója. Nem mertem belőle kérni, mert lehet, hogy fertőző. Pisti, nem tudom, tudod-e, hogy Zimány Linda a nagy sikerre való tekintettel újra szakított. Beleolvastam már, hogy mit akar az egész. Kiderült, hogy 100 kiló súly kategóriában, mert hogy most súlyt emel, nekiállt edzeni. Növényi Norbert segít állítólag neki, ő edzi. El tudom képzelni. Hát, segít. Érdekes a név, Medveja. Az ember azt gondolná, hogy a medvével függ össze, mert ugye a szlávoknál tudjuk, hogy a medvej az tényleg medvét jelent. És ugye egyébként itt az Uska Nemzeti Parkban vannak is medvék, sőt mi több, mindenféle más vadállat, többek között például farkasok is, mert hogy a helyi nyelven anománul az Uska, az farkas jelent. Felvetődik persze a kérdés, hogy akkor honnan kapta a nevét. Medvéja Artrupösz lánya volt, ugye, aki felnyégyeltek Kresen, és ide menekült a szerelmével, és itt élt Medvéján, innen van a név. Mondjuk hasonló történetet, minthogyha már hallottunk volna Lubeticébe is, de hát úgy látszik, nem túl nagy a fantáziájuk a legendaíróknak. Na, állunk, tanulmányozunk, hogy mégis mi van. Hát látjuk, hogy gyakorlatilag a hulladék a négyzeten, és hát itt látszik a szél, a százalék, tiszta katasztrófa. Ebben csak az a nagyon izgalmas, hogy megnéztük az előbb Miskolcot, csak tényleg. Hát még ott is jobb idő van, mint itt. Na ott a szutyok, csak mutatjuk. Ott vonul, hogy rohadjon meg. Na ez már Lovran, az előváros, úgymond, Topáti elővárosa. Látszik, hogy nagy élet nincsen, továbbra se. Viszont éppen most mondtam István Pistinek, hogy most már nagyon kéne takarodni erről az útról, mert rohadtul legy a forgalom. Elvileg erre kínálkozna is itt lehetőség, ugyis innen indul a Lungomare sétány, ami 12 km hosszú, és végigkanyarog Opátián. De ugye ezt meg kellene találni, és ez nem biztos, hogy jó, hogyha én megyek elő. Úgy tűnik különben, hogy most már szépen lassan belátunk a Peruköbölbe is, illetve nem látunk be, bocsánat, mert nem látunk be. A probléma egyelőre az, hogy azt mondja Pisti, hogy magasan vagyunk, és ilyen miatt nehéz ügy. Lavramban azért már úgy helyen közel felelhető a monarchia eleganciája, és gondolom már Opátia ára is. Innentől kezdődik különben a Opátia Riviera. Különben, ha valaki passza kilátást akar, akkor állítólag itt van valami szikla fölöttünk, és oda menjen föl. Hotel Lovran, a franciásan hangzó névnek a franciákhoz különben semmi köze nincsen. Eredetileg római település volt,
és Lauriana volt a neve. Sajnos továbbra sincs meg a lejárat, az autó pedig egymás enyén hátán topzódnak. Bejöttünk egy hotelkertbe a lejáratot keresni, egyelőre semmi. Hatalmas betűkkel kint volt, hogy bringával behajtani tilos, de hát most leckírozunk. Hát ilyenkor nem járkál a kutya se. Aha, ez az. Na, ez faszva. Ha ez így szépen végigmegy 13 kilométeren itt az Opátő Rivierán, akkor az nekünk rendben lesz. Az mondjuk más kérdés, hogy még egyszer mondom, ide hivatalosan nem lehet bejönni. Nyilván főszezonban, amikor 100 millióan sétálgatnak itt, akkor ez gázos lehet, de hát most hát egy-két emberrel biztos fogunk találkozni, de azért az, hogy túl zsúfolt legyen a sétány, azt kötve hiszem. Itt vannak a fasz a partok különben. Végig üresen. Közben érdemes sandítani mellém is. Például ott milyen villa, itt milyen villa, ha meg majd előveszem az enyémet, amivel lenni szoktam, majd azt figyelje meg mindenki, hogy az milyen villa. A sétányt különben annak idején Ferenc József tiszteletére építették, mégpedig 1895-től, állítólag 1899-ig kellett volna, hogy elkészüljön a teljes, amikor ide látogat Jocó. Na most Jocó ide látogatott, csak nem volt kész a sétány, úgyhogy átadták azt, ami volt, ami ennek úgy tudom, hogy a negyede. Ki megszólt az előbb, hogy Walker Bazár 2. Oké, halá. Egyelőre félreállnak, de előtte ahhoz kiabálni kell. Leszámítva a fiatalokat, akik ugye a telefonjukban vannak beleálmodva, olyankor azoknál se kép, se hang. Ez lehet különben az eredeti kövezet, nem mindenhol betonozták le, úgyhogy ezen a részen főleg, hogy amikor ilyen csúszós, akkor igencsak nem árt. Mindenhol épített strandok vannak. Gondolom, hogy amikor jó idő van, akkor ezeken mindenhol citababák lebzselnek. Arra mondjuk nagyon nem alkalmas, hogy az ember kerékpárral haladjon rajta, viszont a kinti út az meg katasztrofális. Úgy egyébként meg amúgy is mentünk rajta eleget, hogy nem árt egy kicsit a változatosság. Lovran különben a fesztiváljól jól híres. Itt minden hónapban van valami fesztivál, cseretnye megy, ami éppen virágzik. De hát ugye úgy könnyű, hogy nincs az embernek más dolga, mondjuk nem kell reggel bejárni dolgozni, meg ilyesmi, úgy akkor lehet fesztiválozgatni. A sétány egyetlen hátránya, hogy így akkor nem fogjuk tudni, hogy éppen aktuálisan melyik városban, melyik településen vagyunk. De mondjuk, ha kint mennénk, akkor maximum csak annyiból, hogy ki lenne írva a táblára, mert szerintem össze van itt minden épülve. Igen, vannak itt ilyen jó kis szentizős helyek. Éppen hogy. A teljes sétányként nyilván nem fogom felvenni, azért 12 km elég hosszú élőben közvetíteni. Egy biztos, hogy szerintem itt most Lovrannak a jacht kikötőjébe érkezünk. Az Opátiai Rivierát azt szeretik hasonlítani a franciához. Egyesek szerint ugyanolyan, csak gagyibb, de sznoboktól kezdve minden, ami ott van, az itt is megvan, csak el kell osztani kettővel. Felvettük a kérdést, hogy hogy alakult ez itt ki, és hogy miért asszociálnak mindenben a francia rivierára. Hát van magyarázat. Leginkább azért, mert annak idején, amikor a francia riviera felfutása megindult, az 1800-as évek közepétől, akkor az osztrák és a német kultúrelit, az nem volt csereszabatos a franciáknál, meg az olaszoknál sem, mert hogy ugye ellenségek voltak. Tehát nem járhattak oda, de ugyanakkor a fényűzés meg nekik is kellett. Erre mit csináltak? Kitaláltak maguknak egyet. Na ez van itt. Aztán később természetesen azért az osztrákok, a monarchia, a sok előkelőségek, királyok elég szépen felfuttatták a helyszínt. Egyesek szerint meg se közelíti az eredetit. Úgy tűnik, hogy itt már többen vannak, de nem baj, majd valahogy átfúrjuk magunkat. Hát most már sűrűsödnek elég szépen, de talán még el tudunk menni. Nyilvánvalóan Opátiához közeledve nő majd a tömeg. Ott ugyanis mindig szezon van. Természetesen ez nem bicikli út. Attól függetlenül egy jól képített bicikli út feelingjét adja. Minőségileg persze elmaradt tőle. Picit most csökkent az eső intenzitása. Már a szemerke is egyre
jobban hagy alá, és egy picit tisztul is a levegő, úgyhogy ott egészen hátul már látszik Rijek a toronyházai. Bocsánat, látszanak Rijek a toronyházai. Opátia pedig itt bent lesz majd a csücsökbe, a Prelüköbölnek a nyugati partján. A települések Lovran után Ika, majd Icsicsi jön. Újabb óriási jachtkikötő. Rohadtul hangulatos különben a sétány. De aki el ne jár gyalog, az mindenképpen jöjjön rajta végig. A bringát nem ajánlom, mert lehet, hogy tulajdonképpen most csak az a nagy szerencsénk, hogy jó szar időben vagyunk itt. Tehát látod, Pisti, milyen fasza, hogy ilyen szar idő van? De érdekes, hogy sose gondoltam volna, hogy ennek lesz előnye, de ennek szerint mégis. Na, bejöttünk itt valami nyüzsipzsebb helyre. Ezek itt mind kagylók. Érdemes végignézni. Hú, nem semmi, de olyan illatok terjengenek. Na, ez aztán igen. Itt van a teljes komplett kagylógyűjtemény az Adriának. Úgy néz ki, hogy maradunk, ugyanis én nem tudom, de olyan árakat láttam itt, ezt nem tudom elhinni. Az Opátiai Rivierán. Hát beülünk, kicsi sötét van, a kagylók árnyékolnak, de szerintem ettől hangulatosabb helyet biztos, hogy nem találhatnánk. Ez egy gyors étterem különben, de pincérkiszolgálással, viszont az árak egyszer hihetetlenek. Tehát mutatom, a csevapcsicsa 38, nyilván kell hozzá köret, de akkor is körettel együtt alig adja az 50 valahány kurat, tehát szinte ingyen van. Viszont is ebben a pillanatban hívta fel figyelmet rá, hogy még az sem kizárt, hogy benne van a köret, mert hogy úgy van lefényképezve. Hát, na az viszont már tényleg meglepetős lenne, de én kizártattam. Különben, hogyha végignézünk a soron, amiket úgy nagyjából kajálnak, itt nem kis mennyiségekről van szó, függetlenül még egyszer mondom, hogy ez elvégben gyors étterem. A sört már kirendeltük, csapolt, így műanyag poháron keresztül azért nem mutat olyan nagyon jól, mint a tegnapi, viszont nincs is 1000 forint. Mert felfedezte a térképet, a kopetúrán lekövethető rajta, most nem mutogatom el, mert annyira tükröződik. Maradjunk annyiba, hogy egy kis nosztalgia most így a túra végén nem áll. Mondom a tényállást, berendeltük a kajcsit, lesz pleskavica, lesz csevapcsicsi, most kiderült, hogy benne van a köret, sőt, még az ajvány is nem kell külön rendelni. Én rendeltem egy ilyen vegyes salátát, mixed szalát, ezt itt a mediterrán régióban nagyon jól meg tudják csinálni, hát remélem, hogy most is jó lesz. Na, hát ennyi. Be kell, hogy valljam, hogy nagyon szemeztem a herkentyűvel. Itt van egyszer a gumi belső, de lett volna valamilyen panírozott garnéla is. Én nem tudom, hogy ilyenkor mit csinálnak, Pisti, te értesz ehhez, hogy ilyenkor kiszedik a bundájába, nem? Ez ilyen filé. Gondolom, és akkor azt panírozzák be, így ránézése nem néz ki túl jól, különben árba meg gyakorlatilag ingyen volt. Danke. Na ezt nézd meg, így néz ki a mixed család. Ez nem egy gyenge mennyiség, 13 kunáért? Hát, olyan nincs, mint az albán. De hát 13 kunáért? Az egész teljesen úgy néz ki, mint hogyha valami bazár lenne. De eredetiek, ez a szer biztos. Nyilvánvalóan, hogyha nem ilyen gagyi módon festették volna ki, akkor az embernek más lenne a benyomása. Engem sokkal inkább az érdekel, hogy most valójában ezeket mind felszolgálták, Pisti? Valaha? Szerintem nem. Megjött a kajcsi, és jól látszik, hogy nem gyenge adag. Az, hogy én miért egybe kaptam, és István Pisti meg külön a krumplit, arra nincs magyarázat. Mutatom, tehát ez lenne a pleskavica, és külön sajttal rendeltem, ott mutatom. És az István Pistié pedig a hagyományos, a nemzeti étől ugye, a csevapcsicsi, és majd menet közben elmondom, hogy a kettő között mi a különbség. Már feljövítottam olaja, mert hogy van itt olaj is, itt összedolgoztam, faszának tűnik, úgyhogy ez rendben van. Érdemes megnézni. Most így, hogy igazságosan szétosztottuk, kaptam csevapot, van pleskavica, összehasonlítom majd mindjárt, hogy melyik ilyen. Egy rövid kérdés, Pisti, te tudtad, hogy a konyha a legveszélyesebb hely a világon? Ott halnak meg a legtöbben? Egyébként ez biztos, hogy így van, mert apám 90 éves, és még egyszer sem volt a konyhában. Pistit rávettem, hogy egymás után kóstoljam meg a csevapot és a pleskát, hogy lát-e különbséget? Halljuk? Nem. Nem. Mert egyébként meg, most egy nagy titkot árulok el, nem is nagyon van. Ugyanis a következő állapot,
úgy tudom, hogy a Veszprémce az csak egyfajta hombó van, mégpedig sertésből. Ez pedig talán marha meg sertés össze, és hát egyébként azon kívül csak az alacsony főség, nem? Nem volt benne biztos, de takar. Itt mellettünk a német nyáró, kirendelte a lingyét. Hát a nyál összefolyik a számba. Ilyen, hogyha valaki nem tudna a tinta hal, ami nekem rohadtul tetszett. Nagyon vissza kellett magam tartani. Ja, mindegy, csak mondani akartam, hogy az ajvár, az itt mindenhez jár. És benne van az árba, tehát grátis. Isten azt mondja, hogy minden rosszba beleviszem. Pedig ő akár ellene konzervet, konzervkörettel is, 8 napon keresztül. Fejlesztők, az alkoholmentes sört örökké fejlesztik, hogy olyan legyen, mint az eredeti. Mondjuk már azért haladnak, mert hizlal, büfötsz tőle, megy a vizelés is, ahogy kell, bunkó is nagy, nem rossz, a másnaposság még nincs megoldva. Viszont nem sokára az is meg lesz. Kiöntöttem a pénzeket, ha valaki nem látott volna még Kunát, akkor az így néz ki, van itt 100-os. Ugye egyszer már mutattuk a legelső filmnél a Székesegyházat, a Fiumei Székesegyházat ábrázolja. Hát úgy nagyjából így néz ki. Na most nem tudom hányan tudják, hogy a Kunának maga a szó, mi a jelentése. Pisti, tudod-e? Tudom. Na mondja. De nem mondom meg. Na, nyest. Azt jelenti, hogy nyest. A váltópénze pedig, mindjárt mutatom, itt van vasból váltópénz. Tessék, így néz ki. A lipa. Az egész pedig oda vezethető vissza, hogy annak idején, és ez Kesszigethez kapcsolódik, a rómaiaknak a helyiek nyesdőrrel fizettek. Tehát ez volt a fizetőeszköz. És utána, miután jött a Magyar Personál Unió 1091-ben, onnantól a Kuna mint fizetőeszköz értelemszerűen eltűnt, és egészen 1945-ig nem volt. Akkor újra visszahozták, akkor viszont fölpörgött az infláció, ugye háború után, mint ahogy hasonlóan nálunk is, valami 50 000%-os infláció volt. Majd pedig, mikor a Horvátország független állam lett, akkor 91-től újra Kuna van. Bár felmerült, hogy legyen krona, az, hogy korona, de ezt az ötletet elvetették. És akkor még egy dolog, a váltópénzt pedig úgy hívják, hogy hárs. Hogy hárssal kereskedtek-e, arról nincs információ. Kicsit ami teljesen logikáltam, mert ugye látszott, hogy két fajta kaját tettünk, de neked viszont külön hozták. Nekem rajta volt a tányéron is, akkor itt van a jelentősége, úgy van lefényképző, hogy benne van, itt pedig nincs benne. Teljesen nincs benne különben semmi a logika, nem? Nincs. Főleg azért, mert ugye a kompér az 13, egyébként az alapkaja meg ugyan annyi. Tehát akkor most ez ennyivel olcsóbb, mint az, teljesen logikáltam. De mindegy, hát egyébként mindkét variáció megérte, még úgy is megérte, hogy benne volt a kompér, vagy hogy külön volt a kompér. Haját letoltuk, készen állunk. Ebben a másodpercben akkor indulunk Opátiába, de előtte egy kérdés. Vajon hányan lesztek Opátiába így, hogy elállt az eső? Mondok néhány lehetséges változatot. A kutya se lesz, kutyák már lesznek, csak kutyák lesznek, kutya nagy tömeg lesz. Ó, mekkora strand van itt. Nyilvánostan csak mutatom, tehát ez nem fizetős. István Pistin mögöttem itt a bazáson látott egy nagy tengeri szörnyet, azt mondja, haza kéne vinni a gyerekeknek ajándékba. Én úgy vagyok vele, hétvégén jön az anyós, jó lesz az is. Nehéz megmondani, hogy már Opátiában vagyunk-e, vagy ez még Icsicsi vagy Ika. Nehéz beazonosítani, de az biztos, hogy látszik, hogy itt azért már vannak hajók, mégpedig nem is a Olcsó Jánosok kategóriájából. Pisti, ez már úgy nagyon a francia rivierát idézi, nem? Így látványügyileg legalábbis. Ja, fú, ott a fekete nagyúr is.
Hát igen, ezek a hajók, ezek tényleg vigyázba állnak a tiszteletünkre. Ki fogunk tudni menni a kikötőből, talán ott a legvégén lesz egy kijárat, nem? Egy pillantás a sétány melletti táblára, Franca Josefa, és akkor ott tessék figyelni, Austro-Ugarski Kár. Az ugárszki akarunk mi lenni. Érdekes, hogy Ferenc József a magyar történelemben teljesen negatív figura. Logikus, mert tehát nyilván hozzáköthető a 48-as szabadságharc leverése. De hát ugye rohadt sokáig volt uralkodó, de a monarchia beli éveit azt úgy szeretik elfelejteni. Pedig nem kéne, ugyanis Magyarország fénykora akkor volt. Sokkal inkább úgy vannak vele, hogy hát persze ugye a Mátyás király, meg Szent István, meg minden. Hát jobb, hogyha mindenki tudja, hogy az átlagember ezekben a korokban nagyon szarul élt ám. Az igazi fénykor az bizony 1867-től volt egészen 1918-ig. Intőjel és egyben tanulság is, hogy nem akkor, amikor harcoltunk, amikor védtük a hazát, stb., amikor hadváltunk mindenkivel, hanem akkor, amikor megpróbáltunk megegyezni, megpróbáltunk kibékülni. Fölöttünk itt van egy böhöm nagy szálloda. Azon gondolkozok, hogy olyan gond azért lehet, hogyha itt jövünk végig a sétányon, hogy az elegáns épületekből lehet, hogy egyet se fogunk látni. De azért persze ez nem biztos, hogy így van, hanem akkor majd esetleg kikolbászolunk a főutcára. Úgy meg lehet tippelni, hogy mi mennyibe kerülhet itt. Egy éjszaka. Az a jó ezekben a kövekben, hogy még mozognak is. Egy rövid visszatekintés, hogy ne csak remegül képet lásson mindenki a jaktkikötőről. Talán ez az admirál, de nem vagyok benne biztos. Ott volt az a hosszú szád, ami mellett elmentünk, és háttérben pedig látszik a Ucska gerince, a tetején a Vojak toronnyal. Na hát nagyjából ennyi, és itt jól látszik, hogy már egészen magasra is építkeztek. Különben, ha valaki idejön, nem kell megijedni egyáltalán a szállásáraktól. Szerintem az ember, hogyha nagyon keresgél, akkor akár 300 euróból is megpusztatja magát egy pérelső lyukban egy éjszakára. Látszik, hogy volt meló azért ennek a sétánynak az elkészítésével, főleg a támfalak miatt. Egyébként Ferenc Józsefnak nem csak annyi kötődése van ehhez a helyhez, hogy róla nevezték el a sétányt, hanem a tereit, főleg időskorában rendszeresen itt töltötte. Újabb luxus kikötő a láthatáron, de itt viszont már elképesztően nőnek a szállodák mérete is. Opátiában különben több mint 60 luxus szálloda van. Van itt Ipariál, Kvarner, most nem sorolom fel. Akinek pénze van, nyugodtan. Az első ránk szólt, hogy Radfár Verboten. De én mondtam, hogy minket érdekel ez az út, úgyhogy nem hagyjuk ki, úgy döntöttünk. Következik az Admirál szálló, ha esetleg valakit érdekel, de most már itt végig mindenhol klubok, restaurantok, éttermek vannak. Na, felgyűlt a tömeg, szerintem megjavult az idő. Itt van a városi strand, a nagy beton strand, ott lehet látni jól. Én pedig itt gurulok, itt most már óriásiak ezek a luxus szállodák, jól néznek ki. A város a fénykorát különben az 1800-as évek végétől éli, akkor épültek ezek a hatalmas luxus szállodák, egytől egyik. Itt vagyunk Opátia központjába. A város a nevét, Opátia, az apátia szóból kapta, ami egy betegség, fáradtságot, leveltséget, egy kedvűséget jelent. Ez azért van, mert aki idejön és meglátja az árakat, az abban a pillanatban beleesik ebbe a betegségbe. És azt mondja, ez jó átkötés volt. Természetesen az opátia, az az apátia szóból van valóban, de az apátság. És az apátság pedig, hogyha minden igaz, akkor talán itt lesz majd, ott az egyik park mellett, és még a mai nap is működőképes, vagy legalábbis fel van újítva. Megnézzük. Opátiát a parkok városáinak is nevezik. Mondom, ezen nem csodálkozik senki. Grand Hotel Palace. Azért ez már építmény. A leghíresebb szállófilm az 1889-ben épült Warner, ami Adria első szállója volt. Melyik az pontosan, azt egyelőre nem tudom, lehet, hogy még odébb lesz. Itt vagyunk a Hírességek sétányán. Rögtön itt van egy ismert név, Nikola Tesla. Kevesen tudják, hogy horvát volt, mégpedig itt született a Likafelsíkon.
annak ellenére, hogy a szerbek tekintik nemzeti hősnek, olyannyira, hogy még a pénzükön is rajta van. Különben csak mondom, hogy van itt aztán Dögivel, ameddig a szem ellát ilyen csillag, de mind szinte kizárólag csak horvátok, legalábbis a nevekből ígérve. Pedig mindannyian tudjuk, hogy horvátoknak azért ehhez túl sok közük nem volt. Ott található a Szlatina, mellette közvetlen az opátiai székesegyház, és ha már a Szlatinát emlegettük, akkor fordulok körbe, íme a városi strand, amit szintén Szlatinának hívnak. Mielőtt végén is elszédülök, megyünk tovább. Opátiának, az Adria gyöngyszemének természetesen magyar kötődése is van. Az osztrák előkelőségek után természetesen megjelentek itt a magyarok is, és azonnal át is nevezték, van magyar neve, Abbáziának hívják. Remélem nem sértődik meg senki, hogyha nem mutogatom meg az összes szállodát. Ami útba esik, ez például a Hotel Milenyi, de a másik oldalon található Imperial sem egy gyenge épület. Minőségileg rohadtul jól fel vannak újítva. Hát persze ez egy jövedelmi üzletág, főleg egyre jobban az. Akkor gyorsan egy rövid kör. Megnézzük a leghíresebbet, azt azért megmutatom, a Kvarnert. Ez volt az Adria első szállodája. 1884-ben alapították, és már itt lehet is látni. Még egy érdekesség, itt van a 16. századi Szent Jakob apátság, amiről a város a nevét kapta. Ha valakit érdekel, akkor itt van kicsiben is, beírással is, illetve 5 nyelven, csak közlöm, hogy a magyar nincs közte. Na, itt van az Adria leghíresebb szállodája, a Kvarner, és mint említettem, 1884-ben építették. Azért van kilátás a tengerre, mondjuk, aki azokon a teraszokon sütkérezik, és úgy egyébként csak közlöm, hogy az idő is egyre faszának. Keringés itt a parkban, hát azért vannak díszpintyek. Az előbb kijött itt egy vénasszony, és akkor így csettintett a londinernek, hogy hozza a kocsiját. Hát én arra vártam, hogy a seprűt állítja elő, mert komolyan mondom, úgy nézett ki. Különben, ha már itt tartunk, akkor ugyanannyi sznob van itt is, mint Monte Carlóban, de lehet, hogy mondjam, tehát még jobban, tehát érdemes megszorozni kettővel. A sznobság különben egy betegség, tehát az olyan, mint a demencia, tehát a sznobok azok nem tudják, hogy ők sznobok. Egy eklatás példa gyorsan, Tyereskova. Pisti, megvan neked? Meg. De nem az űrhajós, ja, hanem a mázoló. Tudod, a művész? Tudom. Mondjuk Tyereskova hajnalban hirtelen felébred, elkezd döklendezni, felfordult a jobbra, saját magától mondjuk azt simán el tudom képzelni, és akkor így egy ilyen A4-es papírra így kilök egy anyagot, így szétfröccsölődik. És akkor mit csinál? Ki rakja a falra, hogy kérem szépen, megvan az alkotás. Mondjuk az utolsó vacsora az jó is, nem? Az a cím. És akkor jön a sznob. Ezt tetszik. Vajon mit akart ábrázolni a művésznek? Na, én ezt megveszem. Na, körülbelül csak annyi. Na, ha valaki ilyenekre kíváncsi, akkor itt nyugodtan keresgéljen. Itt a picsőnök az utolsó vacsorán. Azt ugye én is ugyanezt csináltam a lindővel. Hát itt a hallat. A gumibelsővel. A gumibelsővel. Pisti azt mondja, és ebben igaza van, hogy egy olyan hely, ami egy apátságról, a Szentfazekakról híresült el, hogy lett ebből egy ilyen nagy rongyrázós hely. Természetesen Kobrankó erre is tudja a választ, mégpedig azért, mert kikiáltották, klimatikus gyógyhely. Mert hogy itt nagyon fasza a levegő. Teljesen mint Bécs. Eszméletlen. Ezt azért nem vártam. Nagyon rendben van a hely. Szintén a város egyik emblematikus helyén vagyunk, ez pedig nem más, mint az Angiolina Park, illetve mögötte található Angiolina Villa. Ez volt az első villa itt az 1800-as évek végén. És ezzel kapcsolatban egy érdekesség. Angiolina Jolie, amikor itt forgatta azt a bosnyák háborús filmjét, biztos tudod, pár évvel ezelőtt, akkor itt szállt meg a városba. Amikor meghallotta, hogy itt van ez, ami különben már évek óta múzeum, tehát ez nem szálloda, akkor közölte, hogy ezt neki adják ki. Erre azt mondták, hogy hát azt nem lehet, egy múzeumot azt nem lehet kiadni. Azt mondta, akkor ő ezt megveszi. Na hát, gazdagéknál így mennek a dolgok. Náluk így működik.
Végül nem adták el neki, csak mondom. Ez úgy körülbelül jellemző, hogy ezek mit gondolnak a világról. Magyarul, hogy pénzért bármit röviden. Különben a botanikus kert fantasztikus, tehát ott például István Pisti háta mögött, én nem tudom, én azt bambusznak nézem. Élőben még nem láttam, mert ugye ez nem az élőhelye, de hát ott pálmák is vannak, meg minden, szóval hú, ez jól néz ki, mindenképpen megér egy fotót. Különben, ha már szóba került a klimatikus gyógyhely, akkor ez attól klimatikus gyógyhely, hogy állítólag a szél mindig forgatja a tengert. Erről már beszéltem, hogy ennek megvan a földrajzi oka. És hogy a tengeri levegő, az hogyha tengeri pára, illetve ezek a vízcsepek belekeverednek, akkor az jót tesz a tüdőnek. Annak idején ő előkelőségei különlegettek ezekre a különböző parti alkalmatosságokra, és akkor szívták befelé ezt a párával a szárazföld felé húzódó sós, vizes levegőt. És hogy ez tényleg jót tesz a tüdőnek. A mai embernek már nem kell kiülni ide, hanem egyszerűen besétál a szálloda kellő közepére, és legyártják neki mesterségesen. Na itt pedig pofa vizit van, Kirk Douglas. Azért van itt egy-két ismert pofa ezek között. Itt van Ferenc József. Hú, Cukkéró. Az mindenhol, aki van plakátolva. Én nem tudom, ez a Cukkéró az itt lakhat. Szent Anadoná, Norman a Berklik, Nonszaróz. Szent Anadoná. Na mit énekeltem, Pisti? Cukkéró, Cukkéró, mert én még ilyet is tudok. Igaz, hogy csak halandzsa nyelven. Újabb öböl, újabb bődületes kikötő. Egyébként csak megsúgom, hogy a Opátia lakossága 11 ezer fő, tehát ez nem indokolna ekkora várost. De hát nyilvánvalóan ezt pumpálja azért a turizmus, de nagyon keményen. A növényzet az valami hihetetlen, hogy ilyen trópusi meg mediterrán keverék, amit ilyen töménységben nem láttunk, pedig körbejártuk a komplet Kovarneröblöt, és ettől sokkal melegebb helyeken is voltunk. A 30-as évek magyar filmjei, azok mind Abbáziában játszódtak. Kabos, biztos sokan emlékeznek rá. A dolog érdekesége viszont, hogy sose jöttek ide leforgatni. Egy-két vágós nit volt, és utána eljátszották a belső helységekbe, hogy itt vannak. Hú, hát én nem tudom. Kelet Monte Carlójának is hívják, de én kétszer voltam Monte Carlóba, ez sokkal töményebb. Illetve az egy négyzetméterre első látnivalók száma szempontjából nem töményebb, viszont sokkal nagyobb területen van. Az előbb emlegettük ezt a rongyázást, a sznobok divatsportját. Bevallom őszintén, engem érdekelt, hogy ez mennyire jó, és otthon kipróbáltam. Összetörölgettem az összes port, utána fogtam, egy fél óráig ráztam kifelé a rongyot az ablakon. Nem tudom, én nem élveztem. Lehet, hogy neki izgalmas, de nekem nem volt az. Szőfit idézném, tán csodállak, ám de nem szeretlek. Egyszer bőven elég volt. Volt az a film, hogy a Bourgeoisie a diszkrét pálya, 60-as években azt szerintem Buñuel csinálta, hát katasztrófa volt. Az ilyen világ, ez nekem egy másik bolygó. Kedvenc tartózkodási helye volt többek között például híres zeneszerzőknek is. Opátia, Strauss-nak, Puccininek vagy Violetnek. Kedvesen tudják, hogy Violet kis zeneszerző ám. A kedvesemmel bevonult az egyetemes zenevilág történetébe. Rijeka. Úgy tűnik, hogy most már végényvérenesen hagyjuk el az Opátiai Rivierát. A Voloskó volt itt az utolsó falu, Rijeka 11 km. Amit itt látunk, itt egy pillanatra át lehet sandítani, ez nem más, mint a Preluk öböl. Közben a nap kikacsintott, és én ott látok egy strandot. Na majd meglátjuk. Hát, ha még egy utolsó csapadást meg lehetne eszközölni. Sokak nagy örömére. Azt nem mondanám, hogy a 19 fok annyira alkalmas rá. A 19 fokot most a levegőhőmérsékletére kell érteni, szerintem a víz az melegebb. Na de, meglátjuk. Akkor utolsó fürdés a prókavicsos strandon. Feltéve persze, hogy kinek mi az a prókavics. Hát nekem nem ez. Na, ezt utálom a legjobban. Ilyenkor egyensúly az. Ma végre itt a nyár, és meleg az idő, az ember strandra jár, mert meleg az idő. Fasza, este 6-ra elővászolgott. Már nyugodtan maradhatott is volna ott, ahol volt. Nézzük akkor a Preuköbből szabad strandját, hát ennyi. Ott van egy lepukkant szociál jugoszláv időből itrekett
valamiféle étterem, jó rozsdás, és hát nem mondanám, hogy nagyon idilli a hely, de viszont van ingyenes zuhanyzó, illetve gatyát is át lehet venni. És talán, ami még fontosabb, fordulok, Leuköből itt a kikötő, nem tudom pontos, ez most Voloskóhoz vagy Matújéhez tartozik, az a két település van itt a közelbe. Voloskót ott látjuk szembe, ott mindjárt mutatom. Ez Opátiának az északi külvárosa, és Opátia pedig nagyjából körülbelül úgy ott van. Egy érdekességet még mondok, amit az összes túra beszámolóban olvastam, hogy Opátia az azért nagyon különleges, éghajlati szempontból is, mert itt nem melegszik fel annyira a víz, mert hogy a nagy Utyka hegylánc a teljesen beárnyékol, és még nyáron sem tud a nap besütni a... Tehát, hogy vannak árnyékos részek, árnyékos öblök Opátiába. Na, akkor nézzük csak. Most 6 óra van. Tessék figyelni, hol van a nap? Ott van a nap. Hát annak az Utyka hegynek, de akár ott is, ahol nagyobb. Körülbelül még egy olyan 6000 méteresnek kellene lennie ahhoz, hogy beakadjon a nap, és hogy mondjuk ne tudjon oda besütni. Tehát ezt, barátaim, nagyon elmértétek, mert ebből semmi nem igaz. Ezt egyértelműen látni pontosan ebből az irányból. Az, hogy melyik turista mit legel le, vagy egyáltalán mit akar lelegelni, az mindenkinek az egyéni szosz problémája. És akkor még egy utolsó pillanatást tegyünk Cres vagy Kres szigetére, itt a piros-fehér hajó mellett közelítek. Hát talán a túránk egyik legizgalmasabb, leglátványosabb része volt a tegnap este, illetve a ma délelőtt. Ez a hegyes Kresz sziget, ez nagyon tetszett. Sport szempontból, és természetesen látványvilágában is tele van a magyarokkal, meg lengyelekkel, a rendszámokból is látni. Hát ugye a két náci, aki mindig megtalálja a potyát. István Pisti, nek mondom itt ezt az árnyékolós témát, amiről ott bent a vízbe beszéltem. Azt mondja, teljes egészében igaz, hogy beárnyékol a hegy, csak január 25-én kell nézni. Na úgy már igen. Tessék csak figyelni ezt a kis házikót ott fent. Azért Dagan Bogdanovics, mikor reggel üti fel a rántottáját, milyen kilátás lehet erre lefelé? A tengerőbőrre. De több lejött itt egy ilyen agyonplasztikázott szovjet mintájú nő. Ez az a nagy kacsa csőr. Amikor röhögött, nem kinyitotta a száját, hanem lenyílt a feje. Isti, azt tudtad, hogy volt Opátia villamos? Nem. Innen közlekedett, innen indult, Voloskóból vagy Martinyéből, tehát valahonnan innen, és egészen itt végig Lovranig ment. Aztán talán 1905-től 1935-ig közlekedett, és az osztrák államvasutak üzemeltette. Ez olyan, mint a nizzai villamos. Pontosan, de azért volt egy különbség. Az, hogy az katonai cégből épült, ez pedig azért, hogy a tömegeket, az akkor már nagyon jelentős mennyiségű ember tömeget, ami ide jár, azt próbálják szállítani. Itt a Preluk Camping. Hogyha valakit érdekel, valószínűleg ehhez tartozik a strand. De a camping területén kívül van, tehát mindenki használhatja. Minket természetesen a camping már nem érdekel, gyakorlatilag pár 10 percen belül elérjük az autót. István Pisti azt mondta, ő megpörgeti, én csak álljak be mögé szélárnyékba. De hát neki izomlába van, nekem meg izomlázom. Nagyon nem mindegy. Elképesztő virágillat van végig az egész Opátiai rivierán, de tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a teljes túránkra elmondható volt ez, a szigeteket is beleértve. Gondolom azon felül, hogy Mediterrán-vidék, azon felül még a május-július, a kora nyár is közel járhat ebben. Most így az utolsó 10 kilométeren kellene mondom valami összegzést a túráról. De először talán erről az utolsó napról, ez tulajdonképpen ilyen nyaralós, rubickolós, pihenős napnak szántuk. Az időjárás hamar eldöntötte, hogy ebből bizony az nem lesz. A végére érve Opátia környékén annyiban megkegyelmezett az idő, adott egy kis lélegzetvételt, hogy legalább a várost meg tudtuk nézni. És most a végén egy utolsó csobbanást még meg tudtunk kereszteni. Akik a horvát tengerpartra készülnek, azoknak először célszerű eldönteni azt, hogy sziget vagy szárazföld. Nyilván mindkettőnek megvan előnye, hátránya. A szigetek naposabbak, jobb az idő, de hűvösebb a víz, jobban érvényesülnek a tengeri áramlatok.
ugyanakkor kevesebben vannak, de drágább is. A szárazföld mellett a megközelíthetőség, a boltok, a nyüzsi, az olcsóbbság, és ha valakit érdekel, akkor a műemlékek történelmi dolgok miatt is ajánlanám. Egy másodpercre pillantjunk be a Rijekai arénába. Úristen, gyerekfejjel, hogy szerettem focizni? Erre az egyik hülye haverom megkérdezte, hogy gyerekfejjel, olyat meg honnan lehet szerezni? Akkor egy utolsó teszt. Limun Limetta, horvát gyártmány, direkt azért vettem, hogy akkor itt majd fumigáljam. Nem tudok róla rosszat mondani furcsa módon, hát a hőmérséklete már nem túl fasza, maradjunk ennyiben. De ezzel kapcsolatban gyorsan egy válasz, egy kommentre. A következő volt a kérdés, igazán tiból szemrehányás, hogy miért fumigálott állandóan a magyar dolgokat? Miért van ez a hozzáállás? Miért nem istenítem őket inkább? Szóval ez volt a lényeg. Tehát erre én meg azt tudom mondani, hogy ugyan, magyarázza már meg nekem valaki, hogy miért jó az nekem, hogyha Szentlacsek Pista Karvaj Szilváson gazdagodik rajtam, mint hogyha Klaus Jürgen Buszhoff Karlsruhéba. Nekem egyiktől sem lesz jobb, és egyébként az emberek legnagyobb többsége pontosan ugyanezt gondolja. A 90%-uk a bevásárlóközpontokban az ár alapján dönt. Jó, hogyha ezt mindenki tudja. István Pisti rövök, hogy Klaus Jürgen Buszhoff, hát nem tudom, most hirtelen ez jutott a szembe, másik mondhattam volna. Különben a színét volt, tudod, ő volt Birkman doktor a klinikából. Na, ő volt az. Kórház a város szélén. Dehogy. Tudom, az a szlovák. Ez a klinika, Birkman doktor. Én nem tudom, én még az életben nem láttam ilyet, ez az ember nem néz tévét. Én más vagyok. Én naponta 4-5 órát is nézem a tévét, de végképp nem tetszik. Erre a haverom azt mondta, egyszer próbáld meg úgy, hogy be is kapcsolj. Ha valaki főszezonban gondolkozik a nyaraláson, akkor azt javaslom, hogy inkább hanyagolja a Kvarneröblöt, inkább húzódjon le a Darmát régiók felé. Azt talán egy picivel kevésbé zsúfolt, és az időjárás is jobb. És természetesen a felkapott történelmi városokat, mint például Dubrovnik, szintén érdemes észre kezelni, leginkább a tömeg és a parkolás miatt. Időközben érkezünk Rijek a sűrűjébe, a 130 ezres nagyváros, ahonnan kiindultunk. Természetesen tartogat még érdekességeket, leginkább, hogy megtaláljuk az autót. A zebrákkal az utóbbi időben nagyon vigyázok. Eddig mindig probléma nélkül átgurultam a zebrákon, de legutolsó alkalommal az állatkertben nagyon nehezményezték. Ahhoz képest, hogy abszolút esti csúcs van Rijekába, meglepően kicsi a forgalom. Pedig a D8-as magisztrálán jövünk be. Teljesen az a város, mint Budapest. Az épületek rohadtul hasonlítanak. Következik a Riva. Itt már voltunk. Az új kikötő, az épített kikötő úgymond. És bődületes nagy uniós zászlók mindenhol. Hát igen, nem ugyanabban az országban vagyunk. Nálunk nem trendi isteníteni az uniót. Itt vagyunk a Rijecina partján, és ott szembe, a hegyoldalban körvonalazódik a tél. Ilyek a korzója látható mellettünk. Még 2 kilométer hegymászás, most kalapkabát. Nem mondom, hogy így a nap vége felé a nagyvárosi bringázáshoz túl nagy kedvem van. Ha hozzáveszünk, hogy tulajdonképpen egész nap az volt, akkor meg aztán végképp nem. De ilyenkor, mikor már az autót igyekszünk, az ember mindig toleránsabb. Az utolsó métereket tapossuk. Most fog kiderülni, hogy vannak-e problémák. Nagyon úgy néz ki, hogy minden rendben. Na nézzük a 10 nappal ezelőtti reggelit. Nézzük csak az állagát? Új, majdnem feltörte a beton. Gyorsan a mai nap adatokban 71-71, és volt hozzá egy 674 méteres szintünk is. Ha hozzáveszünk, hogy a 70%-a szakadó esőben volt, akkor nyilván nem örömteli, de mégis valami. Szóljunk akkor gyorsan pár szót a gépekről. A pár szó az
kettő szó lesz, mégpedig PF, azaz pontfasza. Műszakilag teljesen kifogástalanul működtek, pedig kaptak kiképzést rendesen. Most még körülbelül fél óra pakolászás, aztán indulás haza. Jelen pillanatban 7 óra van. Ha jól haladunk, akkor holnap reggelre otthon vagyunk. István Pisti indulás előtt még bevág egy rövid vacsorát, és akkor mondok egy érdekes ügyet. Itt vettem Ijekába fél kiló kenyeret, 8 nappal az előtt induláskor, és vágatlanul visszahoztam. De mondok még jobbat, valamelyik szigeten nem tudom, 2 pucit vettem, ennyi volt a pékárú összesen a 8 nap alatt, abból szintén az egyik itt van. Így kell diétázni. Látod, Pisti? Akik persze látták a gasztronómiai blokkokat a filmekbe, akkor joggal mondhatják azt, hogy visszapótoltad hülye gyerek az étterembe. Ebben van valami, de hát ez azért a nyaralásról is szólt. A végén akkor lemondnék egy-két konklúziót, mint lekenéni a szomszédok végén. Kvarneröböl túrán vagyunk túl, hogyha összehasonlítást kéne tenni a Balkán többi régióihoz képest, mondjuk Görögországhoz, Albániához és Montenegróhoz képest, hát akkor köszönő viszonyban sem volt ez a rész, de nem is emiatt jöttünk. Amiatt jöttünk, mert itt még nem voltunk, és ha így nézzük, akkor itt gyakorlatilag teljesen minden rendben volt. Be kell vallanom, az elején talán mondtam is, hogy előítéletekkel indultunk, és az előítéletekből nem jött be semmi. Se pozitív, se negatív értelemben. Hatóságokkal, rendőrséggel, egyáltalán bármi problémával nem találkoztunk, viszont pozitív értelemben sem volt semmi különleges. Végezetül, itt valamelyik részben úgy mutatkoztam, hogy Dr. Kobrankó. Tehát, Dr. Kobrankó mindenkinek felír 3-szori Kobrankó ismétlést, és ezek végtelenített lejátszását az év hátralévő részében, mi pedig jövőre folytatjuk. Viszlát!